Na, de itt is vagyok a Hello Neighbor-nek, imádkozzunk, hogy az utolsó részével. És akkor folytassuk is egybe a következő pályát. Már kezdek, tehát úgy nagyon-nagyon a végén lenni annak, hogy úristen, alig bírom már, tehát hogy legyen már vége valami. Szóval arról volt szó, hogy a fémdetektort kell esetleg használnunk, hol máshol lenne a neighbor, hogyha nem velem szembe. De jó. Na mindegy, szóval most ilyen chillesen vagyok itthon igazából, csak úgy létezem, nem tudom, fogyasztom a levegőt, I guess. Közben megpróbálunk valamit itt erre felkeresni. Megint itt van ez a pali? Ez elviselhetetlen, basszus, most csak mászkál felfele. Hallod, döntsél már, hogy mit akarsz kezdeni magaddal, légy szíves, mert én nem lesz jó, hogyha mindig arrafele járkálsz, amire én is szeretnék járkálni, úgyhogy ezt légy szíves, hagyd abba. Hol a francba lehet? Hé, arra nem volt szó, hogy a fémdetektort kell használni, nem? Csak arról volt szó, hogy használni kell az ásót. Meg lehet, nem is kell a fémdetektor. Viszont minek van itt? Meg kellene már, hogyha az egyik küldetés az lenne, hogy vidd ezt a gázpalackot, robbants rá a házat. Hát jó, figyelj, akkor a könnyű bejáratot választom szerintem. Bemegyünk szépen itt. Nem is tudom, mire számítottam. Erre az őszínet megvalva, légy szíves, akik-e hadlássak valamit belőle? És akkor körbe tudunk nézni végre fent. Hát ez a fenti rész, az nagyon gyászos. Abszolút egyik ajtó sincsen nyitva. Az kemény. Úgy gondolom, a következő terv a listán az az, hogy tehát akkor menjünk át a többi házba, ami hozzá van kötve ez a házhoz. Nézzünk körbe errefele is elvégre. Valahogyan kivettem volna a kínai kaját, hallod? Menj, csak le lézer, át akarom ugrani. Igen, jó, bejutunk megint csak ide a sarokba. Ez szó szerint ugyanúgy kell eddig csinálni, mint ameddig az előző küldetés. Azt hiszem, az előző küldetés kellett így csinálni, nem? Azt hiszem, itt most minek vagyok? Minek vannak ott a lézerek? Melyik lézerek vannak ott igazából, pontosítok? Itt most egy fal van. Annak semmi értelme nincsen annak a lépcsőnek. Megesik, elfogadjuk igazából, válasznak, nem kellene, de elfogadjuk. Ezeket átugrom. Egy. Második alatt meg szerintem inkább átmegyek alatta, aha. Jó, inkább átmegyek. Basszus, kell ide a csavarkulcs. Ide nagyon is kell a csavarkulcs, és én ezt, aha, nem tudom, azt nem, nincsen csak. Ide, zöld kulcsunk az van. Az hol lehetne hasznos, és kell majd feszítővas is. Basszus, mennyi minden fog ide kelleni. Ide nagyon-nagyon sok tárgy fog kell. Ó, és innen lehet felmenni tovább. És hátul is van egy. Nem lesz egy kicsikét túl nagy. Mondjuk nem sok dolog van ebben a házban, ahogyan elnézem. Ez elég egy jó üres ház. Ja. Ó, ezt is láttuk már. Ez volt az, ahol ilyen iszonya... Menj le, menj le. Nem vagyok itt. Esküszöm. Abszolút, tehát erre fel nem is jártam. Oké? Hogyha baj van, nekivágok valamit annak az ablaknak, és kiugrom rajta. Szóval... Visszafele sétál a neighbor, pont hogy megy el. Hál' Istennek éppen, hogy megy el, jó. Hú, basszus, legalább... Mit csinál? Mit csinál? Mik ezek a hangok? Mik ezek a hangok? Nem tudom, de irritál. Leszedjük ezeket, és vissza kellene menni az eredeti házra, tehát onnan, ahonnan jöttünk. Az volt ez a zöld pont. Itt van pont bent. Ezt nem most kéne kinyitni, de... Szóval be kell próbálni. Muszáj bepróbálni. Nem? Egyszer élünk. Az a baj, hogy ebben a játékban tényleg egyszer élünk. Szóval... Csá. Jó, szerintem. Esetleg ittben számíthatunk egy csavarkulcsra talán. Hú, basszus, nem, ez csak egy shortcut. Nincsen értelme itt lennem, az csak egy shortcut. Hú, inkább lejövünk. Az jóval jobb ötlet szerintem. A főházban milyen bejáratok vannak még? Ezt le tudjuk szedni, hogy tehát... Haló, ide is be tudjunk jönni. Mindenképpen egy nem is csavarkulcs kell. Mi kell? Nem bírom felfogni, hogy mire lenne szükségem nekem jelenleg. Abba még nem voltunk. Azt hiszem. De úgy mellé ugorja, pali, mert... Valamit itt rendezek én itt. Ebben még nem voltunk ebben. Ja, de ez volt ez a Félix... Ó, itt észre sem vettem, hogy benne egy létra. Ó, ezzel lehet felmenni még feljebbi szintre, és át a még másik abházra. Mennyi házat akarnak még hozzácsatolni, mert kezdenek picikén túlságosan hosszúak lenni ezek a küldetések. Már például el is felejtettem, hogy hol találtam ezt a kis eszett feszítővasat. Multikukkert kapunk, hallod? Én akkor ezt elnyomom. Azt kell ott lenkamerázni.
Nincsen a kerít... Mi? Nincsen a korlátnak hitboxa. Elfelejtették. Kimaradt. Mit tudom én? 13 méter elején? Mekkora az a 13 méter ebben a játékban? Mert én amúgy nem nagyon vagyok benne tisztában. Nem nagyon tudom, hogy mik ebben a játékban a mértékegységek. Ott van valami. Basszus, valószínűleg csak nem! A csavarkulcs, haló! Nincs inventory helyem. Ez a doboz semmiképpen nem kell nekünk. Eldobom. Úgy. Jó. Szóval elméletileg... Megvan majdnem, hogy az összes tárgyunk, ami lehet. Néber éppen jön errefele. Oda pedig egy szelep kell, basszus. Annyi minden kell, és viszket az orrom. Elméletileg az utolsó három pályán vagyunk, és nem tudom, hogy mi legyen nekem a reakcióm erre, mert ezek a pályák, ezek szerintem most jönnek, tehát az olyan brutális pályák, hogy olyan iszonyat sok időbe fognak telleni, hogy megcsináljuk őket, hogy meg lehet, hogy itt fogunk lenni több órát, ez őszintén megvalva. Néber az, hogyha jól tudom, átment a túloldalra, én pedig valamerre... Ott van a izé. És aha, azt kell ott lefeszítővasazni. Jó, értem. Azt kell lefeszítővasazni a túloldalon. Ez meg lesz, szerintem. Megérkezett a neighbor. Merre fel fog elmenni keresni. Van még egy multikukkerem, úgyhogy bőven elnyomhatom. Tehát, hogyha ez így nem... Felém jön? Nem hiszem, hogy felém jön. Szerintem én most jelenleg, tehát csak áll. Nézegelődik, hogy mit kezd. Aha, jó. Mindenképpen oda fel kell mennem, és feszítővasaznom kell. Csak az a baj, hogy ő folyamat az útban van. Mi lenne, hogyha elkerülnénk egymást így, ha? Most felment a piros házba, akkor én most feljövök itt. Igen. Igen. Nyis ki. Aha. Ő megy még feljebb, én pedig jövök idebe. Igen jó, légy szíves, fordulják a kamera. Hogyha valami ki van jelölve, nem lehet forgatni a kamerát normálisan, tehát fura. Nem tudom, én nekem még mindig nem tetszik ez irányítás. De valószínűleg megint csak azért, mert én nem szoktam telefonos játékokkal játszani, mindegy. Most már ez is le van nyomva, és akkor ezzel most mire mentünk? Még egy dolog le van nyomva, az oké, ő viszont ott mászik visszafel a piros házból. Mert hogy mi neki a baja ezzel a piros házzal? Sőt, mi legyen nekem a bajom ezzel a házzal? Tehát, hogy egyértelműen megvan szerintem abszolút minden. Nem tudom, hogy milyen tárgy lehetne még. Hova tűnt ő egyébként? Nem tudjuk, na mindegy, szóval szelep. Ott van benne dolog, amit kell fotóznunk, és szelep. És tehát kamerák vannak még ott benne, meg minden. Szelep. Szerintem én nekem lent kellene lennem, nem fent, mert én itt nem nagyon tudok már más csinálni, úgy nagyon. Lemegyek. Meg lehet, hogy ez lesz a bukta döntésem, de nem nagyon látom, hogy hogyan mehetnék te tovább. Nincsen szelep. Valahova kell egy ásó, ez fix. Az ott micsoda például? Lejárt a multikukker, basszus. Itt lenni talattam volt valami. Ja, a benti áramforrás. Ja, én azt lenyomtam. Nem az. Semmiképpen nem az, valami más. Hogy a francba innen tovább? Van egy rokatnyi itemem, elhasználtunk egy zöld kulcsot, de viszont nem találtunk még semmit az ásóval. Viszont a játék azt mondta, hogy valahol kell lássni, nem? Meg lehet, hogy ott a házban álltam, és füves föld alja volt? Mert mindenképpen írja, hogy zöld kulcs. Ó, igen, abban a házban kell a metal detect, abban a zöld, nem, a piros házban, ott a hátsó bejáraton kell bemenni, és ott kell a fém detektort használni. Ha ne használok egy magasra ugró cipőt, sőt, adjál kettőt, hallod, van belőle, nem? 9, jó, használjuk, van. Olyan neighbor, ilyen mozdulatokat tudsz? Egy. Így eltalok még egy, sőt nem, csak úgy szimplán magam letartom mindet. Miért ne? Láttuk majd, nem veszítjük el őket. Most komolyan itt van? Miért is? Csak azért, mert tudja, hogy nekem is oda kell mennem, ezért most ő is ott lesz. Nagyon-nagyon, tehát az utolsó józanság cérnáimon játszik ez a szomszéd. Nagyon-nagyon kell neki a baj. Úgy érzem, nagyon, aha, nagyon kell neki a baj, oké. Menj csak el arra, én meg átmegyek a hátsóra, jó? Mert én nekem egyébként a sárgába kell lennem. Most jövök én. És azzal, hogy jövök én, azzal teljes mértékben azt értem, hogy oda megyünk. Tehát ő most a piros házban van, most kell elintézni, igen, itt len! Itt. Nem! Nagyon nem jó, nagyon nem jó, félek. Pontosan hol?
gyerünk. Mi? Hol már Pali? Köszönöm. Hip, hop. Kérlek, ne most legyen Hello Neighbor moment. Köszöntöm, és ő most hol van? Tudja a franc őszintén. Nagyon-nagyon óvatosan fogok menni. Neighbor? Nincs. Elfogyott, hál' Istennek. Megtekerjük. Kinyílik, nem? Hál' Istennek, jó, jó. Nem kell semmi a kezembe, hogy lássak is valamit. Oda kell. Ezt így csináljuk, meg nem érdekel. El tudok én ide valahova bújni? Jó, na most, hogyha emiatt fogok meghalni, kérlek mondta, hogy a neighbor a másik irányba fog menni. Nincsen neki semmi dolga lejönni ide. Ennyi mindent megcsináltam, és miért? Miért? A semmiért. A semmiért gyakorlatilag. Nem, mert az AI seghülye. Az AI seghülye. Imádom az AI-t. Hello Neighborben van a legjobb AI a Földön. Hál' Istennek! Hú, az ott, hogyha elkapott volna, akkor megint, akkor... Ez rész is egy idegbeteg rész lett volna. A bioélelmiszerboltos fiaskót követően egy hónap szobafogságot kaptam, és a legrosszabb dolog az volt, hogy nem tudtam, mi történt Áronnal. Kipróbáltam a szokásos zseblámpa és füzet kombót, de 3 hétig nem jött válasz. Aztán egy este egy üzenet fogadott a futtatórácson. Park 11 óra, ne szólj senkinek. Oké. Áronból komplett bűnözött, és elhívott minket, hogy kinyírjon a sötétségbe, nem? Erősen kétlem. Épp időben értem a parkba, vacakolt a zseblámpám, és nem volt tartalékelemem. Egy rövid séta után észrevettem, hogy valaki várt a sötétben a körhinta közelében, és nem Áron volt az. Ha? Ez lány, ez mit keres itt? Ez benn volt a VR-ban, meg a Secret Neighbor, vagy melyikben. A kishúga volt Mia. Kiderült, hogy ő írta az üzenetet, és azért jött ide, hogy elmondjam valamit, amitől azt hittem elájulok. Apu egyre rosszabbul van. Most megpróbálják átterelni a sztorit arra, hogy a neighbornek valami mentális problémája van. Eredetileg nem az volt, hogy izé bezárta a fiát, hogy ne vigyel a rendőrség, vagy mi. Nem tudom, de egyre hosszabb ez az esemény napló, és egyre kevésbé tetszik, szóval... Zöld... Oh, basszus, karkapcsolónk nekünk van valahol? Vagy most már nem azzal spannolunk? Nem, nincsen karkapcsoló, jó. Oké, szóval zöld kulcs, kell egy kapcsoló, amire gondolom kell egy kar, 3 kód, és akkor utána az be kell élni. Tényleg nem karkapcsolóval spannolunk? Az nem jár már nekünk? Oké. Ez meg lehet, hogy sajnos kisebb komplikációkat fog okozni, hogy nincsenek nekünk kar elemeink alapból, de hát ki tudja, amúgy nem tudom, miért hoztam ki ezeket a dobozokat, csak úgy hülyeségből. Bent ráléptem egyre, és így elszálltam egy picikét, és mondom, akkor megnézem, hogy ezekkel lehet repülni. De úgy tűnik, kivették a repülésre játékból, pedig az egy elég érdekes mechanika volt. Pedig én jó... Szomszéd az ennyire nem sajnálja a lóvét, basszus. Hát, hogyha én is ilyen kötegekkel lennék tömve, jó mondjuk, tehát ekkora házban. Szerintem neki az a délutáni rutinja, hogy hülyeségből kitöri az összes ablakot, azt megcsinálja újra őket, tehát ezt amúgy nagyon elképzelni. Zöld kulcsot keresünk mi viszont, amit én megmondom őszintén, szerintem a házam mögött fogok keresni. Legalábbis innen fogom most indítani a kalandjainkat. Azt mindjárt betöröm azt az ablakot, mert mindig úgy szoktam kezdeni, hogy ez a betöröm. Akkor legalább fix nem fent lesz. Létra van-e? Van létra, hál' Istennek. Jó, akkor törjük be ezt. Cső. Én pedig felmászom. Te menj le, amúgy is ott, tehát lent törtem el mindent. Én meg addig fent fogok tevékenykedni. Ez a szoba, ez még mindig nem aktív. Ez a szoba, ez aktív, és oda kell a zöld kulcs, onnan lehet felmászni. Itt van doboz, nem? Aha. Hallod? Mint a húzat. Mindegy, mi nekünk most amúgy sem ott kell lenni, mert nincsen zöld kulcsunk. Szóval... Háromszoros H kombó? Az kemény. Ilyet még nem hallottunk tőled. Mire fel ez a háromszoros H? Mi húzott fel téged ennyire? Valami nagyon az agyára mehetett, hogy a háromszoros H-t mondott. Szerintem meg lehet, hogy beszorult valahova, az próbált kijönni. Hogyha feltételeznem kell, akkor a zöld kulcs az egyébként lent lesz a ház lenti részében, de ha majd itt meg, akkor egyszer nézzünk körbe, tudjátok milyen ez. Parkör. Sose jó. Na. Melyik találtak egy parkőrözünk Hello Neighbor játékba? Hál' Istennek ebben a játékban nem volt még rá szükség egyébként. Azt cseszett volna be, hogyha még telefonon parkőrözni is kell. Na az lett volna ténylegesen az utolsó gyakorlatilag
szög a sírjába a játéknak, basszus, hallod, ezt meg az elviszik, nem? Hogy a franc mene. Ilyenkor úgy sem szokott soha észrevenni, tehát ott én egyáltalán nem félek attól, hogy... Oké. Okay. Jó. Ott egyáltalán nem félek a lenti szinten, hogy befussak az áram lekapcsolóhoz, mert tudom, hogy mellettem van egyből egy ilyen kis szekrény, és így is úgyis 10 szek, mire odaszpannol, szóval addig bőven van időm. Van most már feszítővasunk mondjuk, na de ez nem tudom, hogy mit tesz ki. Mennyire hasznos a mapnak ezen a felén a szöge, nem tudom, megnézzük mindjárt. Szerintem egyelőre én itt jól vagyok. Ez ajtó, ez pedig nyílik, aminek örülök, mert itt általában szokott loot lenni. Egyszerűen csuk be, jó. Kifelejtett, kisporolták basszus a izét, a berendezést. Kajak kisporolták, hát ez felettébb szomorú. Itt benne egyébként úgy valami? Körbenézés szerint nem, ami azt jelenti, hogy valószínűleg tényleg nem, tehát hogy semmi. Ezt a házrészleget, ezt nem láttuk még soha. Úgyhogy itt óvatosan. Olyan helyen lehetnek lézerek, amikről mi nem tudunk. Büszkén lenyomok valamit. Nem tudom, hogy mi volt ez, de büszkén nyomom le. Oké, tehát ehhez a helyhez egyébként abszolút semmi nem kell. Nem lenne rossz megjegyezni ezeket, mert ki tudja hányszor fogok meghalni a játéknak a baromsága miatt. Mindegy, szóval ebből a szobából be lehet jönni egy extra szobába, ahova gyakorlatilag semmi nem kell. Ezt a kamerát meg pedig hogyan nem kapcsoltam le? Ha? Ez a kamera ez hogy nem kapcsolódott le? Pali. Hát nehogy már. Azt akarod mondani nekem, hogy én nem kapcsoltam le azt a kamerát. Hát kinyomtam az áramot, nem? Úgy emlékszem rá, hogy kinyomtam az áramot. Mindjárt megnézzük. Cső. Hát de le van nyomva, ha ne legyél már hülye! Ha? Mi? Be van zsinorozva, de nem csinál semmit, hogyha kikapcsolod az áramellátását. Akkor minek van ott? Minek van részletezve, hogy be van kötve, hogyha nem lehet kikapcsolni? Jaj, ne, ugye nem itt van. Basszus, hol máshol lenne, persze. Pont ahova akarok menni. Az lenne most a legnagyobb karácsonyi ajándék, hogyha végignézhetném, ahogyan így... Az, ez, pontosan. Menj be. Adios. Én megmegyek át. Nehogy azt mondd, hogy az vég... Tásó. Jó. Még jobb is, hogyha egyébként úgy spannol ide, mert így legalább el tudok előle menekülni. Imádom, hogy amúgy kergetett engem, de azért így kell spannolni, hát ha nem érne utol, vagy nem tudom. Cső. Nem gondol rá egyáltalán, hogy egyébként ahova hozta a pokolnak a... És komolyan felfele ment, oda akartam menni, már meg én. Nem akar úgy teljesen véletlenül úgy most lesétálni ezen a lépcsőn és elmenni innen a francba? Én annak örülnék. Na, ez így most jó? Ez nekem tetszik. Nem akartam kijönni! Majdnem elcsesztem véletlenül. Menj már, kamera észre fog venni. Oké. Az csak is kizaragott marad. Itt ugye lézerek vannak, mint mindig. Aha. Jó, ne várjatok, ezt most megoldjuk. Ez már megint csak totál kop ugyanaz a ház, mint ami volt eddig is, szóval ami azt illeti. Menj csak fel, hadd menjek általattad. Most. Te meg átugrom fölötted, jó? Ajj, oké. És akkor feszítővas. Ja, de mindkét irányba, haló? Jön felfelé eléggé, úgy hallom. Szerintem reagál arra, hogyha lenyomod az áramot valahol. Mert alapjáraton esélytene, hogy arra reagál, hogy felveszel itemeket, vagy lépkedsz. Mert arra még az eredeti játékban sem reagál. Semmi értelme nem lenne, hogyha megnehezítenék a csak is kizárólag a mobilos verziót azzal, hogy ezt beleraknák. Tehát ez a sima játékban sincsen benne, ebben se lenne értelme, hogyha benne lenne. Szóval mi azt illeti... Szép napot, neighbor. Te tudom, hogy ott járkálsz, de én viszont itt szeretnék járkálni. Ez hogy hangzik? És ez most nyitva van, viszont megint csak itt van ez a... Ja nem, most csak egy van. Oké, az előbb kettő kamera volt, és annyira... Hülye vagy, ha én azt lenyomom. Hát, mint a húzat. Igen. Zuty, bőven jó. És akkor imádkozzunk, hogy nem jön... Menj már le. Szóval imádkozzunk, hogy nem tervezik errefele jönni ő. Megvan az első elemünk, ami a zöld kulcs. Hova kellett? Az előbb történt, és már elfelejtett. Azt hiszem ide kellett a zöldházba, ahogyan mentünk fel a harmadik szintre. De aztán kövezzetek meg, meg lehet, hogy nem. Lássuk csak, hogy itt benn mi van. Ó, igen, ez a shortcut. Nem ide kell. Ő pedig itt van valahol. Nem oda kellett. Ezt bebuktam, ez bukta, átmenjünk szép. Slotitax van! Jó! Várjál. Nem. Ott volt.
Jó, tehát akkor nem oda kell mennünk, értem. Jó, tehát mászkáljunk, tehát így párhuzamosan. Te mész valamerre, én megyek az ellentétes irányba, hogy hangzik? Szerintem ez jó. Zöld kulcsot hol használja, mert nem emlékszem már. Na meg tehát akkor is három kód kell, ugye? Be kell majd időzítenem a kicsiszett kamerát, mert ugye nem lehet lekapcsolni. Na, az fog majd nagyon-nagyon fájni a kamerának az időzítése szerintem a végén. Ja, hát figyelj, neighbor, mivel egy picikét suta vagy, úgy szépen szólva, nyugodtan mászkáljál csak ott, én meg mászkálok akkor itt, jó? Figyelj, házat cserélünk. Én nekem amúgy is itt van dolgom, te neked ott van dolgod, ha? Hogy hangzik? Egyértelműen nem azzal kell foglalkozni, amelyik felfele megy, mert oda egy kicsiszett kar kell. Ez nem létezik, hogy tehát azt mondja, hogy ezt meg tudom ott változtatni. Ha? Ó, ná. Ó, ná. Ná. Mi történik? A Pani meggondolta magát, és neki állt engem követni? Szóval... Néhány az nem tudom, hogy hol van. Meg lehet nem a legfényesebb ötlet csak úgy kirongyolni, de... Minek volt a... Oh, kar. Kar. Igen, jó. Ez itt ki van törve? Köszönöm szépen, játék. Megtették a munkát helyettem, jó. Tehát az a meta szerintem az őszintén megvan most már a kulcs, egyértelműen ott van még egy code snippet, és akkor ott a hátsó háznál nem voltunk még a nál sárgánál. Tehát... Most jött át a zöldre. Kellett ez? Át kellett jönnöd a zöldre, Pali? Ennyire hiányzott? Nem már? Hát jó, figyelj, akkor átmegyek a sárgára. Sárgában még nem is voltunk. Tudom már, hogy miért nem volt... Oh, szia! Tudom, hogy miért nem voltunk a se... Na, de most legalább oda spannoltatjuk, haló? Ez amúgy 200 IQ. Legalább oda spannoltattuk. Tehát akkor most át tudok jönni a zöldre, ahol nekem ténylegesen kell lennem egyébként. És... Hol van a... Tehát, hogy lehet hozzáférni a triplás részhez? Itt. Figyú. Puk. Pak. Megvagyunk. 166. A kód. Oké, lemegyek. Cső. Meg lehet oda kellene spannoltatnom valahova fentre őt. 166. Sőt, hülye vagy, én kiviszem ezt most. Igen, jó. Jó. Megvagyunk. Hát ez nem volt annyira nehéz, mint amennyire gondoltam, hogy az lesz, na mindegy. Szóval van egy nő volt egy újságlapon, aha. Élénken emlékszem erre. Ez volt az a nap, amikor egy újság csapódására ébredtem a futtatórácson. Amikor kinyitottam, rájöttem, hogy dolgok soha nem lesznek többé ugyanolyanok. Tragikus autóbalesetben hunyt el a helyi édesanyja, mellette pedig Tiane Peterson fényképe. Igen, ezt az első részben is ki tudtuk találni, hogy tehát a neighbornek valaki-e, a felesége, meghalt egy autóbalesetben. Áront kerestem Peterson házában a temetés után, és zokogó apjába botlottam. Valamit bámult a tükörben, miközben csendben üvöltött és suttogott. Nem, kérlek, csak hagyd abba. Nagyon edgy lett Áronból, azt hiszem, hogy neki az a neve. Megfordultam, és Áront láttam a folyosó végén, miközben furcsa pillantásokat vetett, mintha ott sem lett volna. Mondtam neki, hogy az apja nem önmaga, és csak annyit mondott, tényleg fel sem tűnt. És akkor levittek minket a pincébe, és oda lettünk zárva, ennyi. Hirtelen rájöttem, hogy Peterson úr egy lépésre áll tőlem. Megrendültem, de erőt vettem magamon. Szólj mindenkinek, hogy ideje hazamenni, Áron. Mondtam, mielőtt visszatért a szobájába, és bezárta az ajtót. Ez egyelőre teljesen fair viselkedésnek hangzik, azt leszámít, hogy beszélt a tükörképéhez. Visszafordultam Áronhoz, ő csak azt mondta, ideje hazamenni. Olyan érzelemmentes hangnemben, mint az apja. Félúton voltam a lépcsőn, amikor ezzel folytatta. És Niki, ne gyere vissza. Nekünk a nevünk Niki! 5 része játszom ezzel a játékkal, és még csak most tudtam meg, hogy nekünk a nevünk Niki. Azt hittem, a magyar Niki Nikolett névre arra gondoltam, hogy tehát ez egy női név. Hallod, én erre nem mondok inkább semmit. Ismeretlen az utolsó küldetésünk, ne is legyen ismert inkább. Na, mi történik? Ó, ugye nem pince. Ó, de pince pálya, de ez a... Ó, ez volt a trailerben, igen. Szóval... Új csukákat keresünk, kék ajtó, zöld ajtó, piros ajtó, tehát ez megint egy retek hosszú lesz, és... Befagytam. Azt hiszem, hogyha... Ó, csukák. Kóborló típus vagy, a lelked kóborlásra készíteti a tested, így el fogsz tévedni. A nagyi mindig ezt mondogatta a gyerekkoromban, és soha nem cáfoltam meg, leginkább azért, mert igaz volt bizonyos mértékekig. Oké, és
lábnyomokat kezdtél látni a falon, vagy mi bajod volt? A kóborló lelkem eljuthat-e olyan helyekre, amelyeket meg kell látogatnom az emlékeimben? Segít emlékezni mindenre, amire szükségem van ahhoz, hogy megtalálja Áront? Azt hiszem, hamarosan megtudom. Megszerezted a különleges képességedet, a küldetés teljesítése után véglegesen elérhető lesz. Mostantól fogok menni, tudni menni a falakon? Nem tudok menni a falakon. Ja, csak itt tudok menni a falakon. Jó, ez teljesen fel egyébként, tehát hogy csak bizonyos helyeken van megengedve. Ez egyébként annyira nincsen szarú kivitelezve, mint amennyire gondoltam, hogy rosszul lesz kivitelezve, mert hát azt hittem, hogy úgy lesz megcsinálva, hogy így átfolyok félig a falon, amikor neki megyek. De nem amúgy teljesen fair, tehát csak így elfordul a kamera. Logikus végül is valamilyen szinten, most csak a plafonra kellene... Oh, nem? Mi? Mi a tervünk? Money? Mi a terv most azzal, hogy én ide feljöttem, már megbocsáss. Nem hiszem, hogy értem, hogy mi a tervünk ezzel. Visszafordulok, I guess? Nem, ezen a falon kéne mennem szerintem, hogyha... Ja, hogy nem is enged innen mozogni, oké, jó. Hát, mi legyen a tervem igazából? Oda kellene eljutnom talán? Az egy csapóajtó? Hogyha az egy csapóajtó, akkor megvan, hogy hova kell mennem, csak tehát meg kéne lenni, hogy hova kell... Bruh. Kék kulcsa van szükségünk. Ó, itt egy szellőző, várjatok. Kék kulcs esetleg itt lesz? Ja, nem a hallom a sötét neighbort. Ugye nem? Ó, hogy sze... Nehogy azt mondod, hogy onnan felt, azért mondom. Jó, hát figyelj, nyugodtan ott lemaradhatsz idegesként, én itt fenn. Mi történik? Szóval mostantól a játékban igazából bárhova mehetünk ezzel a cipővel, amivel tudunk a falon futni. Az a kérdés, az ellenfelek tudnak-e a... Az a kérdés, hogy az hogyan történt. Megbocsáss, éppen a plafonon vagyok, hogyha nem látnád. Mi történik? Várjál, el kell ez mellett menni. Igen, így, jó. Az elején nem... Nem, most sem működik. Nem. Mi van? Ha? Ja, ugye nekem itt kéne... hogy ezt akarta be... Hát ezt akarta bemutatni a játék, de nem sik... És ott... Mindenhol máshol automatikusan googolsz. Ott, ahol kéne, hogy googolj magadtól, ott bezzeg nem teszed meg. Az játék ez mindig egy csoda. Tehát egyértelműen azt kellene feljebb vinni, mert igen, mert azon tudok sétálni, szóval azt feljebb húzzuk, és akkor oda át tudunk menni. Csak ahhoz meg tehát kellene, igen, a crowbar. Ja, hogy itt kéne elmennem hátul? Ó, jó. Tehát nem azt akarja játék, hogy a falon menjek fel, és ott dzsúkoljam ki az... Mi ez? Ki ez? Ki a franc akar ez egyáltalán lenni? Szóval én személy szerint nem látok sehol olyat, hogy feszítő... Kellett megszólalnom? Na várjatok, menjünk egy picikét a falon? Hogy a francban? Ja, hogy csak a kijelölt utakon lehet menni. Jó, mondjuk, hogy tehát ennek miért van értelme, azt nem értem, de... Miért keresünk értelmet a Hello Neighbor-ben? Ne keresünk benne értelmet, mert nem fog... Menj már innen, hagyjál már békén. Ez a pali, ez jóval érzékenyebb, mint az összes többi ellenfél, akivel találkozt. Ne csináld már, hát nem... Köszönöm. Ez jóval érzékenyebb, mint bárki más, akivel eddig találkoztunk ebben a játékban. Ennyire nem csípázik engem basszus, hogy itt folyamat alert. Nem is kell alatt átgugolni, át lehet fölötte is ugrani, várja. Fordulj meg, Léci. Igen, jó. Na és most megyünk mi. Szóval. Az a terv, hogy... Ja, hogy én nekem oda kell raknom a kart! Azt hittem, hogy az magától oda terem majd, na várjatok. Most, hogy tudom, hogy igen, előbb kar, most akkor inkább így megyünk, jó? Ez felmegy, igen, meg is jelenik rajta a jel, és mehetünk tovább, és akkor itt feltétlenül lehet, hogy aha. Na de én nekem egy bajom van, még egy kulcsot se szereztünk meg, és már egy jó ideje itt vagyunk, szóval légy szíves, ne tegye azt a játék, hogy tehát olyan rohadt nehezek lesznek a pályák, hogy megirézselnem kell, kérlek, ne legyen idegesítő ez a pálya részleg. Itt vagyunk gyakorlatilag legutolsó pálya, melyik pálya ez? 20. ez az utolsó pálya. Kérlek, ne legyen ez az egy darab idegesítő. Légy szíves, gyönyörűen szépen kérem, hogy ne húzza fel az agyamat ez a pálya. Arra fel megy, ami azt jelenti, hogy egy nagy valószínűséggel ide fogok inkább jönni. Hál' Istennek vannak még létrák, amikkel tehát tudok javítani a hibáimon, hogyha esetleg mellé megyek, vagy valami. Arra fel megy jobbra? Akkor valószínűleg most jött el az ideje, hogy elfussak mögötte, igen. Meg fog fordulni, szóval... Oda kell figyelni, hogy hol vagyok, kék kulcs megvan jó, tehát akkor mehetünk gyakorlatilag teljes mértékben vissza. Bement a sarokba? Ú, basszus, most fog majd kijönni, nem? Valahogyan kéne figyelnünk, úgyhogy ő ne vegyen észre, csak az a baj, hogy... Cső? Látom a szemeiden. Menj vissza, Léci, kösz. Most megy oda a kicsiszed feljáró mellé. Ó, basszus, a feljáróhoz akarok elmenni én is. Az a baj, be kéne neki menni a jobb sarokba. Igen, jó, most megy. Ami azt jelenti... Hogy most jövök?
De előbb pénz, tehát ezt nem hagyhatjuk ki basszus a lóvét. Viszlát, neighbor. Tudom, hogy ezre fogsz venni, nem nagyon érdekel, mert nem nagyon érdekel. És pont jó irányba megy ez a pali is. És pont jó lenne, hogyha az én karakterem nem lenne egy lusta dög, miért kezdett esételni? Ja, mert lehet a falon is guggolni, és magától legugolt, amikor átmentem a portálon. Jó, értem már, hogy miért kezdett el lassan menni, léci. Adios. Kösz. Na, megvan a kék kulcs. És akkor a piros meg a zöldet, azt meg tehát csak csináld úgy, hogy itt az ajtó, itt a kulcs, jó? Az nekem jobban tetszett, mint ez. Hú, basszus, nem úgy lesz csinálva, igaz? Ó, nagyon-nagyon nem úgy lesz csinálva. Ó, de hogyha én itt elcseszek valamit, akkor nem leszek boldog. Kettő is, hogyne? Arra a dobozra szerintem rásek, onnan szerintem nem tudnak utánam jönni. Itt nem tudok egyértelműen kiugrani, tehát ez csak azért, hogy körbenézzek. Az az ajtó, az eltűnik? Mint a retek, olyan szinten eltűnik. Mi lenne, ha? Mi a terv? Kusme. Utána, jó, hagyjuk. Csak azért vagyok itt, hogy körbenézzek. Ott be le kell nyomni valami áramot, és utána fogunk majd tudni tovább futni. Az a baj, hogy ez megint csak te dupla lopakodás. Ami meg lehet, hogy nagyon-nagyon sokáig el fog tartani, főleg úgy, hogy nem is nagyon, tehát érzem a ritmust, nem érzem a ritmust, hogy hogyan mozognak ezek az AI-ok. Na várjál, Most ide elbújok. Itt természetesen megint csak nem google automatikusan a játék. Sőt! Ha manuálisan googolok, sem ér semmit! Minek van ott a lyuk, hogyha nem lehet? Aj. Az, hogy az utolsó pálya van egy játékban, az nem azt jelenti, hogy annak kell a legidegesítőbbnek lennie. Ennek a játéknak, ez a játék az akkor is idegesítő volt, amikor nem az utolsó pályára volt szó, az itt a baj szerintem. Hallod? Nehogy ne, tehát... Nehogy felmenj a fal... Őszintén mondom nektek, hogy véleményem szerint rosszabb ez a játék, mint a Hello Neighbor 1. Komolyan. Tehát... Az legalább viccesen rossz volt. Ez szánalmasan rossz. Na visszatértünk. Az a meta szerintem, hogy én átfutok itt a túloldalra mindjárt. Hogyha ez zúr elmegy, én átmegyek a túloldalra, így gyorsan sétálva. Az a pali az viszont... Valamiért hülye is nem vett észre. Oké. Okay. Jó, tehát most akkor mehetek fel oda, ott van egy létra. Remélem, hogy van egy létre másik. Egyrészt hogyan jut... Ott. Jó. Akartam már mondani, hogy egyrészt hogyan jutok fel, másrészt meg hogyan leszek biztonságban. Négy, ez a pali elment. A levegő! Ez a játék ez rosszabb, mint a Hello Neighbor 1. Valahogyan sikerült nekik. Még én sem tudtam, hogy lehetséges. De valahogyan sikerült nekik rosszabbat csinálni a Hello Neighbor 1-nél. Egy lyukas garas nem raktam alá, hogy valaha játszani fogok egy rosszabb játékkal, mint a Hello Neighbor 1. Sikerült. Jó, mondjuk ott volt a Security Breach, az is egy... Az is egy ilyen rossz áprilisi tréfa volt, de... Nem, ez egy következő szinten van. Ez egy olyan rossz áprilisi tréfa, ami vesztegeti az idődet, a pénzedet, a józanságodat, tehát megőrülök. Most már az egész játék csak egyetlen egy dologgal tud boldogítani, hogyha azt mondja nekem, hogy tényleg ez az utolsó pálya és nincsen több. Ez az egyetlen egy dolog, amitől most boldog tudok lenni. Pont diszinkelve vannak, basszus. Nem jól vannak szinkronizálva a karakterek, mert az egyik kisebb távot jár megtenni, mint a másiknak, és ezért egy idő után így, tehát úgy indulnak, hogy egyszerre mennek, és utána az egyik előbb ér vissza, és utána így felváltva, és utána egy idő után megint csak így ketten egyszer. Nagyon rossz. Rossz. Hosszúval rossz. Most jó, nem? De. Jó. Még hozzá tökéletes, és ott miért... Ja, oda kell majd a zöld kulcs, oké, jó, nem is érdekel. Fúj. Hát a portálon egyből egy másik paraszt elé. No offense a parasztoknak egyébként, mert tisztességes emberek. Ezek viszont... Mi történik? Átjövök még egy másik dimenzióba, egy dimenzióbb dimenzióba, gondolom, ott van a kulcs egyértelműen. Látom is basszus, hogy... Persze, hogy ezt vesz, hallod? Nyaljásót. Innen kéne befutnom oda? Ott le lehet nyomni valamit. Hát figyelj, miért akarnám én ezt kinyitni? Ezzel most csak ide engedtem magamhoz, nem? Hallod, ez hülye. Ez hülye. Mármint én. Tehát, hogy... Ezzel most csak szinten odaengedtem magamhoz. Ennek nincsen semmi értelme. Vagy onnan kéne berongyolnom mögé. Gondolom, tehát azt akarja a játék, hogy innen menjek be mögé. Oké. Okay. Mögét mondtam, nem elét! Áthúztuk oda, oké. Okay. Az ott nekem szerintem jobb.
mert tehát zöld kulcs moment van. Zsír. Nyugi, felfutunk a falon, átmegyünk a másik dimenzióba. Ez most már nem tudom, hogy hányadik dimenzió. És akkor mostanában csak szimplán annyi, hogy átugrom, felfutunk a falon, zöld kulcs, és ott már csak a piros van. Az. Jól mondtam szerintem. Miért felejtette el azt, hogy létezem? Ott álltam előtte. Ki járkáltat el ezt a plafont egyébként? Itt is van egy izé, egy ilyen mumus. Mindenhova kell mumus, basszus. Mumus nélkül nem jó. Kellett megszólalnom, igaz? 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 Na, hova fogja bedobni a mumust? Kérlek, legyen ez az utolsó egyetlen egy darab szoba, legalább valami csilles, jó? Legalább. Mit kezdjek a pincében az ugró cipőkkel? Multikukkert adhattál volna, mondjuk ezt adnám. Ja, ott lejárkál, igen, mert tehát, hogyha leesel, akkor hülye vagy. Oké, jó, értem. Tehát egy karér megyünk. Egy kar megvan, jövünk vissza a francba. Ez mi? A centrifuga 400! Kap be. Mi a tennivaló a centrifuga 400-ban? Ez hogy működik amúgy? Ja, kell egy tekerentyű, pukkantyú. Akkor meg lehet, hogy előbb ide csak a tekerentyűért jövünk be, és utána megyünk majd át a izéhoz. Hát az borzalmas. Hát ez szimplán szar. Ez. Benn vagyok egy sarokban. Nem néztem meg, hogy oda kell bemennem szerintem. Mindjárt átfutunk. Várunk még egy ciklus, mert nem néztem meg, hogy hova kell mennem, és nem tudom, hogy hol vannak ők hozzám képest. Aha. Tehát ő onnan most balra fog ide jönni. Kérlek, mondta, hogy nem tud ide bejönni. Hogyha ide be tud jönni, akkor ez ultimate f***ság. Köszönöm. Jó, tehát kimegyünk, és van létre. Ó, basszus, de tehát ezt most megint megjátszani. Hallod? Én meg lehet, inkább átugrom őket a francba, az őszintét megvalva. Na csá! Igen, jó. Megvan a pukkantyú. Gyerünk! Tekert, csavard, húzd, nem tudom, mit csinálj. Melyik ajtót kell figyelni? Valahonnan rám fog rongyolni a neighbor. Még egy? És itt van a kar? Gondolom, itt van a kar. Ott... Hagyja már a baromságait, de most jöttem meg! Mi a bajod? Szóval... Ott van valami, amit ki lehet nyitni. Ott van egy létre. Én nekem szerintem az a távoli létre a megcélzott helyszínem. Yep, jó. Mindenhol, ahol létre van, ez nekünk biztonságot jelent. Csak azért célzom be a létrákat egyébként. Itt van egy karunk, ezen gondolom fel tudjuk nyitni ezt a cellaszerűséget. Feltételezem legalábbis, az van oda. Úr, fel tudunk futni a falon. Mikor? Like when? Azért, aki bemegy, az csak szimplán egy sziopata. Szerintem még egy ciklus megvárunk, átugrom ezt a faszit itt le, hogyha olyan kedvébe tartja ő is magát, felfutok a falon és megnézzük, hogy ott mi van, mert mi most egyértelműen kinyitottuk a cellát, de oda viszont hogyan jussunk el? Tehát az nekünk nem lett úgy nagyon megvan. Tudom, elfelejtettem meg én, hogy létezem. Nem, tényleg, hogyha átugrod őket, elfelejtik, hogy létezel. Minek még egy... Ja, hogyha valami hülye gyerek eldobta volna, gondolom. Na mindegy, én most itt maradok. Köszönöm szépen. Tehát az áramot lenyomtuk, valahogyan be kéne jutni ide balra a cellás faszihoz. És ez a legvége a mapnak. Nem! Visszajutottam. Nem olyan szar helyzetekben, mint az előbb. Hol van itt a kar? Itt kell lenni a kar. Kar. Ez a legvége. A leges legvége a leges legutolsó pályának. Innen most már csak vissza kell jutnom ahhoz a kisiszed... Mi az? Ennek. Visszajöttök a létrehoz és megvagyunk gyakorlatilag. Hál' Istennek, és kérlek szépen, a lehető legszebben, ahogyan csak tudom, ne legyen még egy interakció, egy darab ellenféllel sem, mert nem leszek boldog. Szóval gyönyörűen kérlek. Nincsen piros kulcsunk. Itt. A legutolsó dolog, a piros kulcs. A legeslegutolsó dolog. Jó, hogyha itt meghalok, én nem fogom kivinni. Tehát megnézzük YouTube-on. Szóval, ami azt illeti, van itt egy dimenzióváltás, gondolom.
Nem kifejezetten igazából, csak egy ilyen kis baromság, tehát azt kéne leereszteni. Ott látok én egy checkpointot. A létrek a checkpointok, mert ott nem tudnak elkapni. Én szerintem megvan, ameddig ez az úr itt lesz, és átsprintelek ahhoz a checkpointhoz, és megnézzük, hogy mit tesz az ki. Itt van az áram, vagyis hát igen, az, amivel le lehet engedni. Jó. Tehát most elméletileg, hogyha visszajutunk az előző helyre, akkor meg vagyunk. Yep. Vissza kell jutni az előző létrehoz, és meg is vagyunk. Tudod mit? Azaz, ki kell használni, basszus, kaptuk. Máshol nem nagyon tudom használni ezt a pincében. Komolyan mondom, a lehető leghaszontalanabb itemet kaptuk ide. Nem, bocs, a EMP gránát az haszontalanabb lenne, mert azt ténylegesen nem tudjuk használni sehol itt. Olyan fura volt ez a töltés, nagyon remélem, hogy nem arra készül fel a játék, hogy összeszarja magát és kikresseljen, mert azt nézem ki ebből a játékból, lássuk. Oké. 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 Végeztünk. Pont. Lezárva. Nincsen semmi több, ennyi volt. Hello neighbor is no more. Remélem, na lássuk. Énként emlékszem erre a napra, ez volt az a nap, amikor egy... ez ugyanaz. Totál ugyanaz. Ennyire lusták voltak a fejlesztők, vagy bugos? Ez a kettő opció van, az a baj. Igen, üvöltött az apja. Oké, gyerek ugyanúgy ilyen élettelen volt, de hát megérthető, tehát ilyen nagy esemény után. I guess. Igen, és akkor hazaküldtek minket, mert tehát tényleg ezért meg lehet egy jobb, hogyha inkább ilyenkor Na? Szóval mindenkinek, hogy menjenek haza, igen. Szólt nekünk Áron, hogy haló, húzzám el innen, ne gyere vissza. Oké? Szép munka, de ez még nem minden. Találj további nyomokat a korábbi küldetések során az új különleges képességed, hogy teljesítsd a történetet. Én nagyon-nagyon sok speciális nyomot megtaláltam már. Miért vannak lezárva a pályák? Kötelező visszajönnem ezt megcsinálni? Kattintok oda, de nem csinál semmit. Nem tört... Halljátok! Nem csinál semmit. Na szóval... Küldetések... Kivittük, nem? Igen, megvan a cipő. Mutatja, hogy megvan a cipő, szóval megvan a cipő. És akkor ezen a lámás pályán van elméletileg egy... olyanunk mi nekünk, hogy tehát itt secret cucc. Nem! Nem! Biztos vagyok benne, hogy nézni egyébként szórakoztató b, mint játszani vele. Játszani ez a játék, ez valami katasztrófa már megint. Egy ilyen, egy tipik Hello Neighbor kiadásról beszélünk. Borzalmas. Jó, megvan egyből a titkos nyom, hál' Istennek. Szóval ez a maradék dolog a játékban? Ez a maradék tartalom gyakorlatilag? Na? Matekozott a fater, tehát, hogy... Áron elmondott valamit. A feszült ottalvos beszélgetésünk során zseni volt. Egy igazi Einstein szintű zseni. Ezt alátámasztották az újságkívánságok. Mi van? Az újságkivágások, amelyeket a könyvtárban láttam. Ó, tehát a neighbor az egy kicsit Einstein volt. Jó, valamennyire meg van magyarázva, hogy hogyan tudta felszerelni folyton a házakat a házának a tetejére. A helyi mérnök hazahozza a világhírű tehetségét. Kiderült, hogy Theodore Masters Peterson, tudjuk a teljes nevét, kicsit Theo a neve neki, másnéven Áron parás apja, vidámparkokat tervezett 6 kontinensen és mérnökök körében hírességnek számított. Oké, tehát a neighbor az egy kicsit zseni volt. Pedig eléggé suktának tűnik az összenyet megválva, és softlockolt! Besoftlockolt a játék, elvette az esélyt, tehát hogy mozogjak, és itt maradtam. Ennyi volt. Mindegy, megtudtuk, hogy a neighbor egy kis egy zseni volt. Oké. Okay. Következő dolog. Akkor ez most megvan? Igen, ez most megvan. Ezeket baloldalt, ezeket a képeket, ezeket ahogy lehetem úgy. Nem fogom kivinni 100%-ra a játékot. Ezeket a random elhagyatott ilyen extra baromságokat megnézem, aztán kifújt nekem szerintem. Nekem ennyi elég volt ebből a sorozatból. Oh. Ez megint csak egy házas pálya, addig jó, ameddig nem vág be minket a játék a pincébe az őszintét megvalva, mert ott tehát, totál el leszek veszve. Na de nézzük meg, hogy itt hol van. Meg lehet, hogy mi házunkban is lesz valami amúgy. Szóval megint csak tehát fehér lábnyomokat keresünk a falakon? Szó szerint ezért jövünk be? Benne vagyok. Jobb, mint tehát, hogyha újra kellene játszanunk a játékot. Nem, igazából szó szerint tehát csak random pályákra belépegetünk, néha-néha találunk fehér lábnyomokat a falakon, felmászunk és lefotózunk valamit. Gyakorlatilag ennyi. Fölöttem van nagyjából, kereken. Ugye benézünk. Most jön le.
az baj. Több szempontból. Kiszagolja, hogy itt vagyok szerintem. Most szívja a csíkokat. Aha. Most, aha, felcsikozta. Aha, mondom. Sű, néber. Viszlát, néber. No áram. Oda nem tudunk bemenni, nem is nagy baj igazából, majd bedobom mindjárt az ablakat ez a baseball labdával. Ez nem baseball, ez közel sem baseball. Azt mondta, hogy hát, tehát feltételezem, hogy itt fenn van most sajnos, ami eléggé nagy baj, mert gondolom, hogy itt vannak a nyomok nekünk. Persze, hogy itt van, hol máshol lenne. Viszont hogyan ment be? Jaj, szia! Ja, elfelejtettem, hogy rá akartam ugrani a korlátra, és utólag jöttem rá, hogy a korlátnak nincsen hitboxa. Neighbor? Kösz, és én itt felmegyek szerintem. Nem, bocs, én itt nem csinálok semmit. De hogy is tudja. Szia! Mi van? Mi, hogy mi a bajod? Hallod? Jó, tehát egyértelműen fémdetektorral kell valahonnan kiásnunk a kulcsot. Menjünk inkább kiásni a kulcsot. Nem vagyok boldog Nébelnek, nem vagyok megelégedve a Nébelnek a viselkedésével. Rossz fiú mostanában egy picikét. Nem nagyon lehet vele elbeszélgetni igazából, az a bajom. Milyen speedrunba tolta a kokaint, hallod? Pali, ez nincsen jó. Hogyan tudok én amúgy ide bemenni, mert elfelejtettem már. Hát várjál, van hitbox a kéményének? Van! Eléggé nagy hibát vétettél el, Pali! Lehet skippelni fél pályát! És tényleg lehet skippelni fél pályát, beszarok? Ez aztán gyönyörű, ez szép. Multikukker, segítsé már! Hol van az retkes zöld kulcs? Ott van egy feszítővas. Azzal sem mennék semmire szerintem. Hol van a zöld kulcs? Azt mondd meg. Hallod, Pali? Kikerüljük egymást? Zsír. Hát jó, figyelj, engem nem érdekel. Aranyalma, hé! Végre valami, ami ismerős. Igen, az aranyalma gyár gyakorlatilag. Ez volt, ez a neighboré volt? Felgyorsított ütemterv. Az aranyalma vidámpark nyitása nyára várható, állt a Ravenbrooks-i Horson a címlapján. Oké. Okay. Aha, volt is egy aranyalmáig, ahogyan elnézem. Meg egy rakatnyi tojás, ami sáslikra volt húzva. A cikk alapján úgy tűnt, hogy nem csak Peterson úr mentális állapota okolható a tragédiáért. Direkt dizájnolta a pari úgy, hogy megöljön egy gyereket a vidám... Megint szoftlakkal. Hogyha lefotózol valamit, szerintem ki kéne dobni a menübe, de nem dob ki a játék, hanem csak szimplán elveszi az opciót, hogy mozogj és oda vagy ragadva. Mi a kövi? A kövit megszereztem. Ez meg ugye nem pincés pálya. Ez ugye nem pincés pálya, ez a legutolsó dolog, ami nekem hiányzik ebben a játékban, szóval... Nem, nem pincés, hál' Istennek, jó. Mondjuk ez egy nagyon... ezt ma csináltam már, hogyha jól emlékszem. Basszus, na akkor ez komplex lesz. Kérlek, legyen valami egyértelmű helyen. 200 IQ vagyok, azon kívül nem működik a játék, azon kívül én jó vagyok. Aha, na várjatok. Így né. Na, a lehető legutolsó tartalom ebben a játékban. Víz meg swish. Az egészségügyi és biztonsági tesztelés előtt akartak kinyitni. Úgy tűnik, hogy akkoriban ez népszerű vélemény volt az újságcikkek alapján. De a park egyik befektető egy különösen zavaró kijelentést tett. Ki volt a befektető? Mi történik? Ez kicsodák, ezek nem ismert karakterek. Mesélt nekem a mechanikáról és arról, hogy csalódott a korlátozások miatt, amelyel együtt kellett dolgozni. Azt mondta, hogy az összes biztonsági megoldás csökkenti a valódi izgalmakat, és a vészfékek miatt búcsút lehet mondani a száguldásnak. A férfi kifejezetten megemlítette a vészféket. Tehát a faszi elintézte, hogy valaki meghaljon, zsír. Oké, megint csak szoftlokkol a játék, és én pedig kilépek, és ennyi volt, mert nem fogom 100%-ig holni. És tehát akkor megvan az, megvan amaz, megvan emez, és megvan minden, és itt pedig baloldalt ezek meg nem tudom mik. Ja, hogy most, hogyha kivizeted az utolsó pályát még egyszer, akkor kapsz egy másik endinget? Hello neighbor, de mennyire tudlak téged utálni? Kiviszem újra ezt az agyrák pályát. Jó, mégsem viszem ki, ez a játék szar úgy, ahogy van. Videót, amit nézek, nagyon szépen köszönjük Gaming with Aknak, és tehát ez a legutolsó ending, ami szerepel a játékban. Linknek található a csatornája az a leírásban, szóval le fogom majd fordítani a képernyőre. Ez történik, hogyha kiviszed még egyszer a játékot ezután, de viszont az utolsó pálya a leghosszabb és a legidegesítő messze, úgyhogy én azt nem fogom újra megcsinálni. Szóval annyi a lényeg, hogy... Komolyan átakarja nagy részét az end card.
Miért nem lehet YouTube-on kikapcsolni ezeket a videó végén lévő kártyákat, annyira rosszak. Ja, tehát röviden és tömören a neighbor meg lehet, hogy megölte a fiát. Nagyon-nagyon remélem, hogy hagyni fogják Nikitának, aki egyébként a fő game designer volt az eredeti, a normális Hello Neighbornek, nem annak, amit a Tiny Bill csinált belőle. Nagyon-nagyon remélem, hogy hagyni fogják neki, hogy dolgozzon önállóan, és úgy, ahogyan ő akarja, azon az új projekten, amit tegnap ugye mutattam. Mert hogyha hagyja ott is, hogy a Tiny Build átvegye nagy részét, akkor az lesz belőle, mint a Hello Neighbor-be. Én pedig ezzel búcsúzom, és akkor Ratty Online holnap, és végeztünk, végre. Azt hittem, hogy egy örökké valóságig tart, és addig is tartott. És meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy ez volt szerintem a legrosszabb Hello Neighbor játék a sorozatban. Tehát elnézve mindenféle dolgot, ez volt az a játék, ami a legjobban felhúzott engem a sorozatban, és emiatt szerintem megkapja a legrosszabb címét. Holnap jövünk majd a folytatással. Nem, hál' Istennek nem a folytatással. Cső. Bruh.